Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 17-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai, és ezt most megnézzük az első kártyánál. Itt láthatunk egy királyt. A kezében van az arany érem, az utal pénzügyi dolgokra, vagy a munkahelyére. Ez, ami őt most foglalkoztat. Persze, ez az arany érem mutatja a belső értékeket is, azon kívül a föld elemét, tehát a reális dolgokat. Ő tervez valamit, amit meg szeretne valósítani. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt ezen a kártyán láthatunk egy lovagot. Az jelenti az ő lovagias tartását, a büszkeségét. A kezében van ez az arany érem, ami az anyagi helyzetre utal, vagy az ő munkahelyére. De mutatja a belső értékeket is, ti értékesek vagytok számára, de azt is jelenti, hogy ő meg akarja valósítani azt, amit ő érez, amit ő tervez, és irányítja a dolgokat. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezen a képen láthatunk egy tolvajt, és ha a tolvaj megjelenik, akkor elveszik valami. Neki vannak félelmei, hogy elveszít benneteket. A hetes szám itt ezen a kártyán a hold energiáját jelzi, az ő vágyait, az ő álmait és reményeit, de a félelmeket is. Mivel az első két kártyánál anyagi dolgokról volt szó, vagy a munkahelyéről, persze az is előfordulhat, hogy elveszíti a munkahelyét, vagy fél attól, hogy őt elbocsátják, és lesz egy munkahelyi változás. Anyagiakról is van szó, lehet, hogy valaki becsapta őt, elveszi a pénzét, vagy követelőzik. A mai nap energiáját a csokis kártya mutatja, és az, amit most még megtekintünk. Itt ennél a kártyánál van egy herausforderung, az lefordítva kihívásokat jelent, nehézségeket. Ezek a nehézségek nem a párkapcsolatotokra utal, hanem az ő anyagi helyzetére, vagy a munkahelyére. Az is lehet, hogy van valaki a múltból, aki pénzt követel tőle, és ezeket a problémákat meg kell, hogy oldja. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!